A pedagógusok helyi legjobbjait díjazta a Kelet-Pesti Tankerületi Központ és az iskolarendszert fenntartó magyar állam. A rendezvényen pedagógus szolgálati emlékérmet 3-an, miniszteri elismerő oklevelet pedig 6-an kaptak. Kelet-Pest kiváló pedagógusa címmel 4 tanárt tüntettek ki. 20 pedagógusnak pedig a tanév során kiemelkedő munkáját köszönte meg a tankerület. Az eseményt Radványi Gábor alpolgármester nyitotta meg, beszédében kiemelte, hogy sajnos csökken a gyermek létszám Kőbányán. Tapasztaltátok, hogy az utóbbi időben Kőbányán csökken a gyerek létszám. Ezzel a mi önkormányzatunk is így van, hiszen látjuk azt, hogy az óvodák vonatkozásában milyen változások történnek. Nagyon jó dolog a CSOP, nagyon jó a különböző lakásépítési támogatás, de azt tapasztaljuk, hogy Kőbányán ez nem érte el a hatását. Nyilván Kőbánya be van építve, kevés a telek, kevés most már a lakópark építés is, illetve azok a remények, amit a lakópark építésekre gondoltunk, hogy megnöveli a gyerek létszámot, az nem teljesen úgy alakult. Nagyon nagy a belső vándorlás kerületen, vagy Budapesten belül is, az idősebb korosztálynál is. Éppen ezért valószínűleg a fiatalok az olcsóbb telekárak miatt és az olcsóbb építkezés miatt inkább az agglomerációt választják. A óvodáinknál az a helyzet, hogy jelenleg a tavalyihez képest 89 csoportunk volt, jelenleg 84-et fogunk tudni elindítani, 85-öt, ez azt jelenti, hogy 4 csoporttal kevesebb van az óvodákban is. Ha végignéznénk az iskolákban a beiratkozást, valószínű hasonló trendeket láthatunk, ami nem jó, de együtt kell ezzel élni. Nyilván mi gazdasági megfontolásból megtesszük azokat az óvodáink tekintetében, azokat a módosításokat, amik szükségeltetnek. Ennek jegyében gyakorlatilag 2 óvodát összevontunk, illetve 1 óvoda úgy kerül összevonásra egy másikkal, hogy az megszűnik. Viszont ez egyben jó hír is a iskolai szektornak, szférának, hiszen a Kada általános iskola mellett lévő gyermeksziget óvodánk, az kimenő rendszerben valószínű még egy évig működik, és utána egyesül a csodafával, és akkor ez a óvoda területe fel fog szabadulni. Ami már régi álom a kadásoknak, néznek, hogy itt van-e Kati, itt van a Kati is, és tudja azt, hogy így bővülni tudnak, és talán normálisabb körülmények kerülnek majd azok a funkciók, amik most jelenleg a olajszagú pincében találhatók, hogyha jól emlékszem. Így volt. A másik nagy, azt gondolom, hogy nagy érdeme az önkormányzatnak, és erre büszke is vagyok, hogy ugyan mi vagyunk a tulajdonosok, a tankerület pedig a vagyon kezelője, de a tulajdonosi szemlélet, illetve Kőbányáért érzett elkötelezettségünk az diktálja, hogy a tulajdonos részéről is tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, amit az oktatásnak a fejlesztéséért tudunk tenni. Nyilván, hogyha az informatika nyelvén beszélünk, mi a hardvernek a tökéletesítését próbáljuk megoldani. Ennek jegyében pedig a legnagyobb beruházásunk, amivel gyakorlatilag egy új iskolát építettünk, noha felújítás néven futott, és 2 ütemre bontottuk. Én ma készülve erre mai rendezvényre, utána néztem, hogy mennyibe is került ez a Szervácius Jenő általános iskolának a felújításának a 2 üteme. 1.720.000.000 forint pillanatnyilag az, amit a kőbányai önkormányzat erre költött, bízva abban, hogy megtelik gyerekkel, és hosszú távon természetesen nyilván a jövőnek építjük az iskolát, és bízunk abban, hogy a nyáron az átköltözés is zökkenőmentesen fog menni. Dr. Fekete Ildikó, a tankerület igazgatója egy idézettel kezdte a köszöntő beszédét, felhívva a figyelmet arra, hogy a pedagógusi lét nem csupán munka, hanem hivatás is. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiába való erőfeszítés, de ilyen sok a siker, ennyi ajándék, kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még egy munka, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó, vagy jókor kimondott szónak, esetleg egy-egy rosszkor, vagy rosszul kimondott szónak. Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk, mondta ezeket Antoine Saint-Exupéry elég régen, de a szavak úgy látszik, azok mindig ugyanúgy érvényesek erre a területre. Mindannyian tudjuk, hogy egy közösség értékét a benne élő, benne dolgozó tagok határozzák meg.
Egy iskola értékét a benne tanító pedagógusok adják. Ezért olyan fontos tanárjaink személyisége, hiszen ők azok, akik utat mutatnak, inspirálnak az általuk tanított tantárgy iránti szenvedélyükkel. De nem csak tantárgyakat tanítanak. Ők azok, akik a mindennapokban szinte láthatatlanul végzik feladatukat, és mégis ott élnek a gyermekeinkben, a gesztusaikban és a mozdulatainkban. Alakítják, formálják gondolkodásukat, cselekedetüket. A Kelet-Pest kiváló pedagógus a díjazottjai között volt Kondor Edit is. 40 éve van a gyógypedagógusi pályán, 16 évesen az akkori felvételi kiadványt lapozgatva döntötte el, hogy logopédiával akar foglalkozni, most pedig megkapta érte a Kelet-Pest kiváló pedagógus a díjat is. Kaptam pár nappal ezelőtt személyre szóló meghívót. Ezekből a dolgokból én gondoltam már, hogy valami születik számomra ezen a szép napon, mert hisz ide csak azokat hívják meg, akik díjazottak. Tehát így tudtam, hogy díjba részesülök, de hogy melyik fokozatát kapom, arról nem tudtam. Az ma eszméletlen meglepetést okozott nekem, hogy egy magasabb fokozatú kiváló pedagógus díjat kaptam. Úgy tudom, hogy gyógypedagógusként dolgozik, azon belül milyen ágon? Gyógypedagógus logopédus vagyok, és a Gém utcai komplex általános iskola is egymi a munkáltatom, meg a fő munkahelyem, és onnan, mint egy utazó logopédus, a Fekete István általános iskolában dolgozom, minden nap oda járok. Annyi különbséggel, hogy a többi utazó tanár az naponta több helyre is megy, és iskolákat lát el. Én viszont a logopédiai osztálynál vagyok, és azt az osztályt viszem 4 évig. A logopédiai problémával küzdő gyerekek, akik normál általános iskolába járnak a Fekete Istvánba, épértelműek, de ennek ellenére beszédfogyatékosnak lettek nyilvánítva, ezért ők esenisek, és ezért jár nekik az intenzív fejlesztés és a heti többszöri fejlesztő és logopédiai foglalkozás. Ezt végzem az osztályban jelenleg. És hogyha jól értelmezem, akkor van nekik heti 4-5 logopédiai órájuk, meg vannak normál óráik is, ugye? Természetesen, ők az általános iskolai normál tananyagot tanulják, és azt viszi velük a pedagógus, aki szintén érzékenyítve van, és fejlesztő képzésben is részesült. Általában ilyen tanárok vállalják, vagy tanítók ezt a feladatot, és én naponta mellette dolgozom, a tanítónéni mellett, nagyon szimbiotikus munkában, tehát átszövi az ő munkája az enyémet. Tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy én segítek ahhoz, hogy ő tudjon tanítani. Tehát a részképességek fejlesztésével, beszédhibák javításával, a nyelvi rendszerük fejlesztésével és stabilizálásával teszem lehetővé, hogy a tanítónéni a normál tananyagot meg tudja nekik tanítani. Nagyon nagy öröm számomra, hogy még léteznek ezek az osztályok, sok kerületben már megszüntették, és ettéren is fantasztikus kőbánya, hogy itt még működhetünk 8. osztályig felmenőleg, ami tényleg szinte már egyedülálló. Kondor Editet arról is kérdezte, hogy az enyhébb beszédzavarokat teljesen kinőheti-e egy kisgyermek. Ez nagyon sokrétű, és ez tényleg egyéni gyerekenként működő dolog. Igen, van olyan, hogy spontánjavulás, ezt a 3-4-5 évesek meg tudják tenni, de 5 éves korban már nagyon tisztán látszik, hogy ki az, akinél be kell segíteni, vagy ki az, akit lehet magárhagyni. 3 évesen is van tesztelés, 3 évesen is vizsgálják a kisóvisokat, hogy beindult a beszédjük, és 5 éves kortól, aki rászorul, azt a szakszolgálati logopédia ellátja. A díjátadón fellépett a kőbányai Harmat általános iskola Harmat cseppek kórusa is, Gábler Dóra karnagy vezetésével.